Üdvözlöm Önöket, ez itt a Képtár. 18 iskola 45 tanulója repítette el a mesék világába a hallgatóságot Balatonföldváron. A Kis Mesemondók regionális találkozóját immár 16. alkalommal szervezték meg azzal a céllal, hogy a szép magyar beszédre nevelés mellett a gyerekek kommunikációs készségeit is fejlesszék. A rendezvény sikerességét jól mutatja, hogy évről évre több iskolából érkeznek a tanulók. Kezébe vette a cipőt, alaposan végignézte, minden varrást, minden szögelést apróra megszemlélt. Nem volt azon semmi hiba, nincs ezen mestermunk, amely különb lehetett volna. A Schuster Manói című mesével állt a hallgatóság elé Gallai Kamilla. A kislány már rutinos résztvevő a Kis Mesemondók regionális találkozóján, mint mondja, amikor csak teheti, olvas. Szoktam olvasni könyveket, és igazából azért, mert sok fantázia van benne, meg megtörténhetnek azok, amik a valóságban nem. Az eseményre az egész megyéből érkeztek kismesemondók, a gyerekek többsége maga választotta ki, hogy mivel áll a zsűri elé. Csenge az Állatok nyelvén tudó juhász című népmesével varázsolta el a zsűrit. Nagyon jó, ilyen frappáns volt, meg tanulságos, meg tetszett így a történet. A gyerekek nem csak társaiknak és tanítóiknak meséltek, hanem a zsűri előtt is be kellett mutatkozniuk. Bosnyák Viktória meseíró azt mondja, ő például humorral próbálja megközelebb hozni az olvasást a kicsikhez. Én mindenképpen a műveimmel szeretnék valamit átadni a gyerekeknek, mindig legyen egy kis magva, akár a magyar kultúráról, festészetről, a nyelvtanról, de nem lehet ezt erőszakkal csinálni, tehát hogyha nevetünk, akkor azok az emlékeinkben is pozitívan fognak megmaradni, bármi legyen az az ellipszilon, vagy a helyrajzi nevek, tehát bármi legyen az, hogyha nevetünk, az a jó mindenkinek, a pedagógusnak is. Gombos Péter, a Kaposvári Egyetem tudományos dékán helyettese azt mondja, a mesék olvasása vagy hallgatása nagyon jó hatással van a kicsik fejlődésére. Éppen egy viszonylag friss kutatásból látjuk, hogy azok a gyerekek, akiknek mesélnek, azoknak sokszoros esélye van az életben. Például, hogy olvasóvá váljanak, az olvasás segít a toleránsabbá, empatikusabbá válásban. Tehát valójában hosszú távú előnyei nagyon-nagyon nagyok vannak. A programon 18 intézmény 45 tanulója vett részt. Mindenki mesél, mindenki hallgat, mindenki gazdagodik valamivel, és arra próbáljuk ösztönözni őket, a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódik mindig ez a mi rendezvényünk, hogy igenis van értelme a pedagógusok munkájának, a szülőknek, hogy ennyi versenyző minden évben összegyűlik itt Balatonföldváron. A Balatonföldvári Széchenyi Imre Általános Iskolában megrendezett találkozó célja, hogy a gyerekeket a szép magyar beszédre neveljék, valamint hogy kommunikációs készségüket is fejlesszék. Zongorakoncert alpakákkal, mindez a pécsi vasútállomáson. Jótékonysági akcióról van szó valójában, amit egy különleges helyszínen egy különleges célért valósítottak meg a zene és az állatok szeretetéből táplálkozva. Zongora koncert a pécsi vasúti pályaudvaron január 9-én este. A várócsarnokban elhelyezett pianón a 87 éves Reményi Ferenc játszik. Az egykor vasúti mérnökként dolgozó zongorista jótékonysági akciója volt ez. Egy különleges állatfarmon akart segíteni a közönségtől kapott adományokkal. Túl az állatokat egyébként is szeretem, és Több órás telefonálás után találtam meg a gazdáját és egyáltalán telepét. Nagyon szép, rengeteg fajta ilyen különleges állat van, és amit most hoznak ide, az is különleges nekem. Én eredetileg kis lovat szerettem volna, kis mini lovat, mert állítólag azok be tudnak menni a kórházba, segítenek a betegeken, stb. Stb. Ehelyett találtam ezt, amit most fogunk itt látni. Gyűjtök nekik, hogy több legyen a pénz az élelmiszerre. Uh-huh. Egy olyan fél órásra szállom, háromnegyed órásra, és utána jön az a kis állatka is, bemutatja magát.
Egymás után csendültek fel az ismerős dallamok a vasútállomáson a zongorából, majd megérkeztek az állati vendégek a csarnoképületbe, akiknek a tartásában szeretne segíteni Reményi Ferenc. A gyerekeket és a felnőtteket egyaránt elvarázsolták a Dél-Amerikában őshonos állatok. Minden meghívásnak nagyon örülünk, ugyanis ezekből a meghívásokból tudom fenntartani az állataimat, Mancsencs az állati sulit, és nagyon-nagyon örültünk, amikor a művész úr ránk gondolt és megkeresett minket. A nagyobbik Kaláó egy 3,5 éves huakaja apaka csődőr, illetve Kaleszi az ő párja, aki 3 éves kislány, és... Amint látjátok, nagyon-nagyon nyugodtak, türelmesek és kedvesek. Jól bírják a zenét, a tömeget és az embereket. És ez kis alkotmény, hamarosan? Hát nem akarjuk elkiabálni, de igen, reméljük, hogy igen. Úgy néz ki, hogy egyre inkább gömbölyödik a kisasszony. Egyébként rajtuk kívül milyen állatokat láthattak még nálatok? Az állat szerető családok, gyerekek, bárki, ugye? Ki mehetnek? Igen, lehet hozzánk jönni ilyen előzetes bejelentkezés alapján. Hát vannak kenguruink, Bennett kenguruk, koati medvék, törpelovak, törpecsacsik, 3 alpakánk van, mert most már van egy bébi alpakánk is. Nagyon különleges angora nyusziaink vannak, törpemalacok, 3 különböző fajta kecske, úgyhogy vannak szép 3 különböző fajtai kutyánk, törpecicánk. Más zenészek is segítették az adományok gyűjtését, de a hangsúly a zongorán volt. Egyébként a zongorát egy nevét elhallgató adományozótól kapta a MÁV. Így a hangszer az állomáson marad, és a külföldön már jól ismert, Játsz rajtam, a tiéd vagyok, elnevezéssel futó kezdeményezésben szerepel, ami azt jelenti, hogy bárki leülhet mögé, és játszhat rajta. A téli sportolást, a korcsolyázást és a jégkorongot népszerűsítették az idei jégpályák éjszakáján. Balatonlellén és Balatonbogláron szombaton este 11 óráig várták programok és kedvezmények a mozogni vágyókat. A Magyar Jégkorong Szövetség 2016-ban döntött úgy, hogy országszerte megrendezi a programot. Azóta már egyre több jégpálya csatlakozott a kezdeményezéshez. Akik még nem tudnak korcsolyázni, ők fakutyáztak Balatonlellén. Ez a család, ha teheti, rendszeresen korcsolyázik. Friss levegőn vagyunk, kint jó a hangulat, jó a társaság, jó zenék vannak, nem mellesleg forralt bort, forrótát lehet inni. Kislányomat is most tanítjuk meg, hogy megszeresse ezt a sportot minél előbb. Volt, aki a pálya szélén pihent, miközben a felnőttek a köröket rótták a jégpályán. A szombati hideg ellenére Balatonlellén is sokan korcsolyát húztak a jégpályák éjszakáján. A Balatonban megmártózókat még a korcsolyázók is csodálkozva nézték. Megmondom őszintén, én még nem voltam soha életemben szaunában sem, és Zsombor rávett, hogy menjünk el egyszer, próbáljuk ki. Aztán mondta, hogy a Balatonnában is fussunk bele, úgyhogy kipróbáltuk. De jó volt. A fiúkat a szauna után a hideg víz sem tántorította el a fürdőzéstől. A hidegnek tűnt, de aztán utána, ahogy bementünk, nem is volt olyan rossz dolog, vagy így elsőre, én nekem legalábbis. Legtöbben azonban a fürdőzés helyett a korcsolyázást választották Balatonlellén. Itt már 4. alkalommal csatlakoztak a jégpályák éjszakájához. Tulajdonképpen magát a mozgást és magát a sportot szeretnék ezzel a kezdeményezők népszerűsíteni, tehát azt szeretnék elérni, hogyha minél többen tanulnának meg korcsolyázni, jégkorongozni, és ezzel a mai akcióval is ez a cél, hogy minél több embert csábítsunk ki a friss levegőre, egy kis mozgásra. Balatonlellén kedvezményes korcsolyabérléssel, forró italokkal, este 8 óra után pedig ingyenes wellness használattal is várták a sportolni, kikapcsolódni vágyókat. Balatonbogláron játékos ügyességi feladatokkal is készültek a szervezők a jégpályák éjszakáján, amelyen megtelt a létesítmény korizókkal. A legjobb barátom itt lakik, és meglátogattuk őket, és így hallottuk, hogy van ez a korcsolyázási lehetőség. Sajnos a Balaton ugye még nem fagyott be, de korizni már nagyon szerettünk volna. Kicsik és nagyok egyaránt kihasználták a hosszabb nyitvatartást Balatonbogláron is. Igazából mi már tanultunk korcsolyázni, mert én jártam már korcsolyázni, és akkor ide eljöttünk. És hogy tetszik itt? Nagyon jó. Meg itt a barátnőm is lehet csúszkálni.
Tavaly decemberben nyitott a Boglári jégpálya, ahol azóta is rendszeresen szerveznek különböző programokat. Így volt ez szombaton is. Rengeteg játék vetélkedő van ma itt a jégen, forradborkóstoló, csokoládékóstoló, és hát minden egyéb más, ami azhoz kell, hogy tényleg egy nagyon klassz délután legyen itt Balatonbogláron. Nem csak délután, hanem este és éjjel is sokan koriztak Balatonbogláron, ahol Balaton leléhez hasonlóan 23 óráig várták a mozogni vágyókat. Idén is kiosztották a tükedíjat, melyet Zsolt László, a Multi Alarm ZRT vezérigazgatója vehetett át. A civil szervezetek sorában a Pécsi Magyar Finn Társaság emlékplakettet és oklevelet kapott. Az elismerést a szervezet elnöke és Vég József örökös tiszteletbeli elnök kapta. Az ifjúsági tükedíjat Szabó Attila fizikus, a Lővei Klára gimnázium volt tanulója, aki jelenleg a Cambridge-i egyetem hallgatója érdemelte ki a polgárok szavazatai alapján. A díjátadót a Dómkőtárban tartották. Idén 5. éve, hogy civil szervezetek számára elismerő oklevelet adományoz a Tüke Alapítvány kuratóriuma. Ez a civil szervezet 2020-ban a 45 éves Pécsi Magyar Finn Társaság. Az elismerő dokumentumot a jelenlegi elnök Anya Haparanta vehette át. A második alkalommal kiosztásra kerülő Tüke emlékérmet pedig a Tüke Alapítvány kuratóriumának tagjai és a pécsi polgárok megbecsüléseként dr. Vég József, a társaság örökös tiszteletbeli elnöke, több évtizeden át végzett kimagasló munkájáért érdemelte ki. Az erre az alkalomra készített elismerő oklevelet és emlékérmet a Tüke Alapítvány tiszteletbeli elnökétől, Habsburg György úrtól és Kerény János úrtól, az alapítvány elnökétől vehették át az elismertek. Valóban nagy kitüntetés számunkra, azt jelenti, hogy nem csak hivatalos szervek figyelnek ránk, hanem a szervezeti tagjainkon kívüli emberek is, pécsiek tudnak róla, és a szavazatukat adhatták, vagy a kuratóriumot befolyásolhatták, hogy jelöljön, adja, ítélje nekünk ezt a díjat. És ez azt hiszem, hogy a szervezetnek, a szervezet vezetőségének erőt ad ahhoz, hogy folytassa ezt a munkát a 50. évfordulóra, majd az 55-re, és így tovább. A 2017-ben alapított ifjúsági tükedi elismerést a kuratórium harmadik alkalommal a természet és a világ működése iránti fokozott érdeklődése során a reáltantárgyakból, de különösen a fizika tantárgyból elért példátlan hazai és nemzetközi sikereiért Szabó Attilának ítélte oda, aki sikereit a Lővei gimnázium diákjaként érte el. A középiskola elvégzése után a Cambridge-i egyetem hallgatója lett fizika természettudományos szakon. A PhD-t is Cambridge-ben végzi, most harmadéves. Kutatási területe az elméleti szilárdtestfizika, ezen belül főleg egzotikus mágneses anyagok tulajdonságait vizsgálja matematikai és számítógépes módszerekkel. A mostani elismerés nagyon meghatotta. Nem, abszolút nem számítottam rá, és nagyon meglepett, amikor értesültem róla először fizikatanáromtól, Simon Pétertől, aki a földterjesztésemben részt vett, hogy megkaptam ezt a díjat, és rendkívül örülök neki, hogy Pécsváros közönsége és a város nagyjai, a Tüke Alapítvány kuratóriuma egy ilyen nagy elismerésben részesített. A Tüke Alapítvány kuratóriuma által alapított díjat a pécsi polgárok szavazata alapján olyan személy kaphatja meg, aki a város fejlődéséhez példamutató tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult. Ezt most Zsolt László villamosmérnök, a Multi Alarm ZRT vezérigazgatója vehette át. 1991-ben megalapította a céget, a Multi Alarm Kft-t, amely 1994-től részvénytársaságként működik. A vállalkozás a 30 év tapasztalatai alapján már a térség, sőt országos viszonylatban is élen járó, folyamatosan fejlődő, a biztonságtechnikai vállalkozások között vezető szerepet betöltő gazdálkodó szervezetek közé sorolható. Jelentős a tevékenysége a magánbiztonság komplex kiszolgálását illetően is. A cég alkalmanként külföldön is végez biztonságtechnikai tevékenységet. Egy elismerés az mindig jó, jó esik az embernek. Amikor szóltak, hogy javasolnak a tükedíjra, akkor erősen elgondolkodtam, hogy beférek én ebbe a társaságba. De úgy gondolom, hogy ha a példamutatásomért választottak be, akkor az jót tesz.
A diakat, okleveleket, emlékérmeket minden esetben így 2020-ban is Habsburg György rendkívüli és meghatalmazott Európai Uniós nagykövet, a Tüke Alapítvány tiszteletbeli elnöke és Kerényi János az alapítvány kuratóriumának elnöke adta át. Habsburg György már 16 éve rendszeresen megtiszteli az esemény személyével. Most 17 év múlva lehetne mondani, hogy óriási siker lett. Minden év többen szavaznak, többen vesznek részt, tehát ebben a munkában, hogy ki lehetne találni, hogy ki az év díjazott, és hát szintén nagyon örülök, hogy most egy kicsit több díj. Hát először csak egy díj átadtunk, most már többi, az ifjúsági díj, a civil szervezetnek a támogatás, és ott látjuk, hogy nagyon sok példaképek vannak itt. És egy ilyen esemény adja meg a lehetőség, hogy megmutatjunk, hogy milyen sok pozitívot történik nálunk. Milyen csodálatos emberek vannak nálunk, hát hol dolgoznak, az egész világban vannak, de hát a szívben, Pécsben maradnak, és hát ezt az összekötés hát soha nem múlik el. Ez gyönyörű szép esemény, örülök, hogy olyan szépen alakult. Ősszel összesen 1605 szavazat érkezett be a pécsi polgároktól, ez pedig kiváló arány, hiszen általában 1400-1800 között szoktak beérkezni a voksok. Kerényi János a Tüke Alapítvány kuratóriumának elnöke. A kuratórium egyik alapító tagja szívügyének tekinti a pécsi polgárok elismerését, olyan emberek díjazását, akik kiemelkedő munkájukkal sokat tettek a város felemelkedéséért. Ez nagy örömünkre szolgál, hogy a pécsi polgárok még mindig veszik a fáradtságot, hogy szavazataikkal kitüntessenek valakit, valakiket. A pécsi polgár nélkül a tükedé megszűnne, és a polgárok javasolnak, a kuratórium csak dönt. És nagyon hálásak vagyunk a pécsi polgároknak, hogy 17 év után is kitartanak ez mellett, az elképzelés mellett, hisz saját maguknak szavaznak. Idén a Székesegyház felújítása miatt a tükemisét az irgalmas rendi templomban tartották, majd az ezt követő díját adóta a Domkőtárban. A tükedíj 2004-től kezdődően minden esztendőben január 21-én Pécs szabad királyi város rangjára emelésének napján talál gazdára. 1780-ban ezen a napon állítatta ki Mária Terézia királynő a kancelláriában az erre vonatkozó királyi privilégium levelet. A tükedíj a Citrom utcai tükedíszkút eozinból készült ki, kicsinyített másolata, mely Fürtös György kerámikus alkotása és a Zsolnai Manufaktúra terméke. Nőtt a szálláshelyek forgalma tavaly évvégén. Novemberben a külföldiek és a belföldiek több mint 2 millió vendég éjszakát töltöttek el Magyarországon. Ez 4,8%-kal több, mint 2018 ugyanezen időszakában. A balatoni szállásadók is elégedettek a forgalommal, idén pedig még több programmal várják a kikapcsolódni vágyókat. December 24 és január 5-e között 8 éve nem tapasztalt forgalomnövekedést mértek a siófoki szállodákban. Mindez annak a tudatos több éve elkezdett marketing stratégiának a része, amelynek eredményét a szakma is elismerte, így Zsinórban már másodszor kapta meg a város az év marketing fővárosa címet. Nem csak egy cím, hanem rengeteg munka is áll mögötte. Az online, illetve az offline felületeken, a tévében, rádióban egyaránt nagyon erősen kommunikáltuk a városnak a programjait, illetve egy olyan élményígéret kampányt vezettünk le a 2019-es évben, ami az invitálja a vendégeket, hogy ősszel, tavasszal, nyáron és télen is egyaránt jöjjenek a Balatonra és Siófokra, hiszen rengeteg program és élmény vár itt mindenkit. A téli hónapokban a legnépszerűbb időszak egyértelműen a két ünnep közötti időszak volt. Minden szálloda teltházzal üzemelt ebben az időszakban, sokan már fél évvel korábban lefoglalták a szállásukat. Emellett a folyamatos programok is csábítják a tóhoz érkezőket, novembertől pedig Siófokon ebből nem volt hiány. Mindezek miatt a 2019-es évben is forgalomnövekedés várható a vendégészakák számában. Az önkormányzatnak a statisztikai adatai alapján januárt és novemberi időszakot figyelembe véve egy 1,27%-os növekedés figyelhető meg, tehát nagyon jó évet zárhatunk, úgy gondolom, 19-ben is. Januárban sem maradnak programok nélkül az ide érkezők. A hónap utolsó hétvégéjén indul a többi között a 3. Torosparti és a Galerius fürdőben a Magyar Szauna Bajnokság is. A Dombóvári Zenész Egyesület tagjai adtak koncertet Alsómocsoládon. A baranyai településen ezzel a hagyományos programmal köszöntötték az új évet. A baráti hangulatú eseményen helyi és környékbeli lakosok vettek részt.
Zeneszóval köszöntötték az új évet Alsómocsoládon. A Baranyai településen immár hagyomány, hogy koncerttel ünnepelnek a helyi és környékbeli lakosok. Idén 6. alkalommal rendezték meg a programot, ezúttal pedig meglepetéssel is készültek a szervezők. Az Alsómocsoládi falu közösségével köszönti az új esztendőt és kíván egymásnak sikerekben gazdag és élménydús előttünk álló napokat, és a mai nap különlegessége az újévi koncert után egy batyús pótszilveszter lesz, amikor az egybegyűltek tovább tudnak ünnepelni és kötetlen beszélgetésekkel megalapozni az év jó hangulatát. Az alsómocsoládiak számára nem ismeretlen a fellépő zenekar. A muzsikusok alakulásuk óta már többször is jártak a településen. A Dombóvári Zenész Egyesület 2007-ben alakult, és azóta működünk, mint egy hagyományos fuvolzenekar. Van egy Áteheren nevezető idősebbekből álló zenekari rész, amelyek német nemzetiségi zenét játszanak, és vannak a fiatalabbakból egy csoport, akik egy kicsit modernebb zenéket is játszanak. Ma azért különleges az alkalom, mert összejött a két csapat, és az idősebbek és a fiatalok együtt fognak ma este játszani. Nagyon örülünk ennek, hiszen ebben a zenekarban apa és lánya, család, unoka is játszik, hiszen a legidősebb tagunk már 72 éves és elmúlott, és ezzel szeretnénk példát mutatni, hogy az idősebb zenészeket is megtartva, hogy ők példát mutassanak a fiataloknak, és együtt tudjunk muzsikálni, több generáció együtt tudjon zenélni. A zenészek üzenete nem csak az együttesben mutatkozik meg, hiszen a közönség soraiban a legkisebbektől a legnagyobbakig minden korosztály képviselte magát. A legfiatalabb kis rajongó még táncra is perdült a vidám dallamok hallatán. A műsor egyébként változatos zenei műfajokból állt össze, ezzel is a közönségnek kedveztek az együttes tagjai. Hiszen nem először vagyunk már itt a Somocsoládon. Az első részben egy sváb műsort hoztunk az Alteherren műsorából, aztán lesz egy magyar szerzőtől egy blokk, és a végén pedig egy kicsit modernebb számokat hoztunk, egy kicsit frissebb darabokat mutatunk be. Nagyon szeretünk idejönni, nagyon kedvesek a rendezők, és a közönség is nagyon lelkes szokott lenni a műsorokon. A Dombóvári Zenész Egyesület már évek óta szívesen látott vendége a településnek. A muzsikusokkal a jövőben is találkozhatnak az érdeklődők, terveznek ugyanis más programokon is fellépni. Emellett a zenekarnak is nagy tervei vannak az elkövetkező időszakra. Nagyon szeretnénk, tervünkben van, hogy szabadtéri koncertet is szeretnénk adni, ez még szervezés alatt van. Nagyon sok helyre megyünk, évente olyan 50-60 szereplést tudunk vállalni, és tényleg már 50 településnél is több helyen játszottunk az országban. Külföldön is jártunk, és idén szeretnénk újra visszamenni Erdélybe. Van egy testvérzenekarunk, akikkel Gyergyói faluba szeretnénk az ő jubileumi műsorukra elmenni. A baráti hangulatú eseménye tehát kezdetét vette a 2020-as év. Az alapításának 725. évét tavaly ünneplő településen idén is számos programmal készülnek a helyiek és környékbeliek számára. A cél, hogy egy minél összetartóbb közösség alakuljon ki és tartsa a kapcsolatot Alsómocsoládon. Ennyi volt már a Képtár közéleti kulturális magazinműsorunk. Viszontlátásra!